2016. június 11-től a Vas megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztálya Szombathelyen, a főtéren 13 órától 15 óra 30-ig egész héten folyamatosan kerékpár regisztrációt hagy végre. Régebben volt egy kerékpár regisztrációs rendszer, egy nyilvántartás, ami sajnos napjainkban már elavult, gyakorlatilag nem is létezik, és ezért létrehozták a BikeSafe nevű kerékpáros regisztrációs rendszert, ami az internet alapon működik. A lényege, hogy a rendőrség az, aki regisztrálja a kerékpárokat, felkerülnek egy biztonságos adatbázisba, ahol a kerékpárokat csak a rendőrök látják, akik felregisztráltak. Akik regisztráltak, azok kapnak egy kártyát, egy matricát, egy bizonylatot arról, hogy az ő kerékpárjuk fel van regisztrálva ebbe a rendszerbe. Amennyiben eltűnik a kerékpár, hogy a rendőrök sokkal könnyebben megtalálják a tulajdonost, hogyha ellopták a kerékpárt, akkor a kerékpár kártyán van egy telefonszám, azt kell felhívni, akkor felhívták a rendszergazdát, a rendszergazda lopotra állítja a rendszerbe ezt a kerékpárt, és onnantól mindenki látja ennek a kerékpárnak az adatait. Egyébként csak az annyit látnak, hogy az ő kerékpárja fenn van a rendszerben. Amennyiben sikerül azonosítani a kerékpárt, és fenn van a rendszerben, sokkal egyszerűbben meg tudjuk találni. Nem csak Szombathelyen, hanem Kőszegen is folyik ez a regisztráció. Minden hónap első hétvégén 9-től 11 óráig Kőszegen is, a délutáni időpontban pedig Szombathelyen. Júniusban, augusztusban és szeptember hónapban folytatjuk. Későbbiekben szeretnénk kerékpáros klubokat, kerékpárboltokat és kerékpáros szakosztályokat, vagy mindenkit, aki kerékpározni szeret, illetve kerékpár tulajdonos, hogy regisztráljon ebben a rendszerben.